Dicsőjék a Jézus Krisztus! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Bíró László püspök atyát, aki most már nem is tudom hány évtized óta jár ide hozzánk, közénk, és mindig vállalja, hogy erre a szentmisére eljön, és a János Kál kápolnánál imádkozik, kéri a Jóisten segedelmét. Hálás vagyok a kérne, hogy elküljék az ustákat. Laci atyának. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm, hogy ilyen szépen a hivataltól ennyi széket hoztak. Azt hittük, hogy sokkal kevesebb szék lesz, és ilyen sok szék lett. Köszönöm az alpolgármester úrat nagyon sok szeretettel, és a itt megjelent képviselőket, az új képviselőinket. Többen is vannak itt. Ez számunkra azért aggodalommal is eltölt bennünket, Laci. Ezt lehet, hogy nem tudod, püspök atya, hogy a kántor úr is, itt oktatónk is képviselő lett a városban, és ők azért biztos, hogy az egyháznak a szeretetét magukkal viszik ebbe a városi dologba. Laci bácsival, püspök atyával beszéltünk arról is, hogy Szent László ünnepét a város jól lenne, hogyha van megünnepelni. Most azért bizakodunk abban, hogy talán nem lesz sok ellenzék, aki azt mondja, hogy nem kell ünnepelni azt az embert, aki közben jár a városért, a mennyek országában Szent László királynak az ünnepét. Azt gondolom, tényleg majd meg kell lepenni, de erről majd későbbiekben beszélünk. Püspök atyát még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van velünk, és kérem, hogy mutassa be a szentmisénket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Szeretett testvéreim, mindig öröm nekem jönni ide a kápolna jubileumáról, búcsújáról. Úgy belegondoltam, hogy azért fogy a közönség, mert átmentek a temetőbe. Most ők honnan ünnepelnek velünk? Sokan. Viszont mondtam Tamás atyának is, hogy most a város egy kicsikét talán megújul gondolkodásában, és az ünnep az nem csak eszem-iszom lesz, hanem üzenet is, tartalom is. Nagyon bízom abban, Jézus szavát idéztem Tamás atyának, hogy amit most titokban teszünk majdnem, hogy azt egyszer a háztetőkről fogják hirdetni. Akár a kápolnának a jubileumát, illetve búcsúját, akár Szent László királynak az ünnepét. Ezek annyira szexádi események, ezeket elhanyagolni az identitásnak az összetörése. És nem szabad engedni. Lehet, hogy nem fogom megérni azt, hogy amit tettünk így csöndesen, ez egyszer kivirágzik, de az itt a remény bennem él. Hogy a város ne felejts el a gyökereit, Szent László tiszteletét, János és Pál vértanúk tiszteletét, az a különlegesség, ami kápolnáknak, hogy az oltárképe öregebb, mint maga a kápolna. Mert a németség hozta magával János és Pál képét, a Wetterheiligeneket, és népi hagyomány, ilyenkor mindig dörögni szokott meg villámlani, és azért maradt meg a tisztelete János és Pálnak, hogy a jégveréstől megőrizze a határunkat. Ez a szép népi hagyomány. De sokkal mélyebb üzenete is van ennek a mai búcsúnapnak. Fogunk róla majd beszélni. Örülök én is Tamás atyával itt a székeknek. Föl is lehet rólatjuk állni, mert annyira egyszerű. Egy karzat is van. És örülök mindenkinek, aki itt van. Azért hadd mondom el, hogy ez a kápolna nyitva van, azért az alsó utcaiaknak is része van ebben, mert azért újra meg újra elolvasom, ilyenkor, amikor ilyen ünnepre jövök, a toronyba elrejtett ugye időkapszulát,
hogy azért német kápolnának mondtuk ezt, de azért magyarok is adakoztak már akkor a kápolna fölépítéséhez, és bízom benne, hogy ezután is ez a kápolna fölötte áll mind a felekezeteknek, fölötte áll vallási hovatartozásnak, világnézetnek, mert aki kórházba megy, azért el tud bizonytalanodni. Ez a kápolna, ahogy szokták mondani, jövet-menet útba esik. És ahogy hallom, ritkán van úgy a kápolna nyitva, hogy valaki ne fohászkodna itt. Ez a város egészének a kincse. És majd aki adakozni akar, most egyelőre még így van, hogy a plebánia számlájára megjelölve János és Pál kápolna céljára lehet adakozni a kápolna javáról. Reméljük, hogy a kápolna tetőzete az lassan elkezdődik a megújulása, mert nagyon izgalmas helyzetben van. Aztán majd csak sikerül folytatni is a kápolna belső megújítását is. Bízom, hogy ez a kicsi csapat, aki most együtt van, egyszer sok lesz, és sokan nézik maguknak majd Szekszárdnak ezt a kis kincses dobozát. Hogy méltó lélekkel lehessünk itt ezen a Szent Misén, elcsendesedünk, bűnbánatot tartunk. Gyónom. Szóval és sokat védkeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem. Nagy védkem. Ezért a boldogságos. Mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket. És titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, menj egy ékért.
könyörögjünk. Istenünk, benned találtámaszra hitünk, és gyöngeségünkben te vagy a mi erünk. Engedd, hogy Szent János és Szent Pál vértanúit példájára és könyörgésére részesei lehessünk egyszülött fiat szenvedésének és feltámadásának, és országában velük együtt elnyerjük a tökéletes boldogságot. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, az Isten. Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról, és elültetem egy igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el. Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem, és pompás cédrussá fejlődik. Alatta lakik majd mindenféle madár, és ágai árnyékában pihen meg mindenfajta szárnyas. És akkor megtudja majd a mező minden fája, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát. Én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam virágba a száraz fát. Én az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Tekints le, Isten, mi oltalmazunk, nézz a te szolgáidra. Tekints le, Isten, mi oltalmazunk, nézz a te szolgáidra. Seregek, Ura Istene, hallgasd meg szolgáid imádságát. Nézz a te szolgáidra. Boldogok, akik a te házadban laknak, örökkön örökké dicsérnek téged. Nézz a te szolgáidra. Tekints le, Isten, mi oltalmazunk, nézz a te szolgáidra. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, akiértük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja! Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
király, és szabadításodon hangosan újjong. Halleluja! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre azok elbocsájtották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, hogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek. Hallgass el, nyugodj meg. A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit, nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették, ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Üdvözlendő atyák, szeretett testvéreim! Mivel vasárnap előesti szentmisének is számít ez a mai, a szentírási olvasmányokat a vasárnapról vettük. Tévedésből a múlt vasárnapi első olvasmányt olvastuk. A mostani első olvasmány a mostani vasárnapnak Jób könyvéből való rész, a Jób panaszára vigaszul, Isten ezt válaszolja. Kizárta el kettős kapuval a tengert, amikor előtört a mélység öléből. Testvérek, egy több ezer éves világkép rajzolódik ki itt Mózes könyvéből előttünk. A régiek évezredekkel ezelőtt úgy képzelték el a mindenséget, ez volt a világképük. Fölöttünk a firmamentum, az égbolt, a fölött víz van, alattunk víz van, oszlopok tartják a földet, és körülötte is víz van. Egy szigetként áll a földkerekség az oszlopokon, a vizek fölött. És amikor Jób a maga nyomorúságában panaszkodik az Úrnak, az Úr csak ennyit válaszol, öreg fiú, a vizeket a föld körül kitartja fönn, hogy ne fulladjon meg a föld lakossága. Ezzel a képpel ábrázolja Jób könyve, Isten, a világ ura, fölötte áll, ami emberi elképzeléseinknek, emberi szorongásainknak. A Szentleszkében Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, a második levelében azt mondja, testvéreim, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenkinek meg kell halnia. És ő azért halt meg
mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Testvéreim, egy elvont mondat, nem igen hatódunk meg ettől a páli mondattól. Isten szeretete sürget minket. Pál mit ismer föl? Azt, hogy Jézus mindegyikünkért élt és halt meg. Nem volt személyválogató. Mindegyikünkért. Milyen könnyen a szimpátiára fordítjuk a figyelmünket. Aki szimpatikus, annak mi köszönünk is, aki nem, attól elfordítjuk a fejünket. Ez a kórházkápolnai kis megemlékezés azért fölül emel bennünket a városrészek fölé. Valamikor Népviseltben itt voltak a Fősi utcaiak, újvárosiak, táblájukkal együtt. Ez a János Pál pápa búcsú tulajdonképpen egy találkozási pont volt, és remélem lesz újra a város minden része fölött, Jézus lelkületében, Krisztus szeretete sürget bennünket. Ha ő mindenkiért meghalt, akkor mi sem lehetünk elkülönülők, személyválogatók. És nagyon szép az evangélium, ahol a viharon tenger van, vihar van a tengeren. És Jézus alszik. Mintha magára hagyná az embert, vergődj csak. Mindig megvan kellő pillanat, amikor az Úr tetrekészen ott áll és cselekszik. És a háborgó Genezált tó lecsendesedik. Életünknek vannak pillanatai, lehetnek, amikor azt gondoljuk, hogy magunkra hagyott az Úr, alszik a csónakban. A történelemnek sok-sok fordulópontját, idősebbek vagyunk, láthattuk már, és sok-sok fordulópontja meg fog ismétlődni. Jézus néha úgy látszik, mintha aludna, mégis ő a történelem ura. Tulajdonképpen ennek a három szentírási szakasznak az üzenete, a remény, merjünk bízni Istenbe, ő tartja fönn a mindenséget, a vizeket ő regulázza, és a mai ember életét is kezébe tartja. Van jövőnk. Nem a múltat őrizzük ebben a kápolnában, hanem a jövőt őrizzük. Nem egy kis csapatka kápolnáját vigyázzuk, hanem a városnak, mint még egyszer már mondtam, kincses dobozát. Kincses doboz megkopott, de a kincs még benne rejlik az eukarisztiából. Köszönet a paptestvéreknek, Tamás atyának, Erik atyának,
hogy a kápolna nyitva van, az oltári szentség itt van, a szentmiség olykor itt is vannak, a kincses láda kincse megvan. Krisztus él, nem alszik. Testvérek, nem akarom újra fölidézni hosszan a két szentnek az életét, akit tisztelünk ebben a kápolnában. János és Pál vértanúk a 4. századra nyúlnak vissza, az is egy ingatag század volt. Nagy Konstantin keresztényé lett a birodalom területén 313-ban a milánói ediktummal megadta a keresztényeknek a vallásszabadságot. Azt jött a szerencsétlen utódja, Julianus apostata, az aztán mindent betiltott, ami keresztény, ami krisztusi. Nem akarom részletezni történetet. János és Pálnak Jupiter szobrot küldött, hogy áldozzatok Jupiternek. És ők nem voltak széltől engedett nád, nem áldoztak Jupiternek, így végezték ki őket. Nem szélkokas emberek voltak, hanem hűségesek voltak Krisztushoz, akit megismertek és megszerettek. A császári udvarnak annak idején előkelői voltak. És végig kitartottak amellett, akit megismertek, Jézus Krisztus mellett. 364 tájékán lettek vértanúvá. Az életüket, hogy olvasgatva újra meg újra, próbáljuk alkalmazni magunkra, mit is jelent ma, 2024-ben követni második János, mindig csak mondom második János Pált, János és Pál vértanukat. Mi az aktualitásuk? Mire kell ma odafigyelni? Miben kell ma hűségesnek lenni? És jegyzetes írtam, ki ne hagyja ki gondolatokat. A gondolatok leginkább Benedek pápától valók. Benedek pápa volt az, aki ismételten hangsúlyozta, a relativizmus diktatúrájában élünk. Az, hogy igazam van, hogy az igazságot hirdetem, ez ma nem szimpatikus mondat. Honnan tudod, hogy igazad van? Hogy mered mondani, hogy te az igazságot mondod? Pilátus is megkérdezte, mondd Jézustól, mi az igazság? Bennünket ez a relativista világ dogmatistáknak mond, azok is vagyunk. Jó Benedek pápa azt mondta, igen, Krisztus nem csak hirdette az igazságot, hanem azt mondotta, én vagyok az igazság. De senkit nem ölt meg az igazságért. De engedte, hogy őt megöljék az igazságért. Testvérek, ebben a relativista diktatúrában a maroknyi kis keresztény nép, mi az igazságról merjük mondani, hogy van. A mi igazságunk
az élő Jézus Krisztus. Sokszor idézem mindenütt, itt is talán már idéztem, Kamaduliaknak az alapítóját, Szent Romuáldot a héten ünnepeltük. Ő mondja ki ezt a mondatot, a föld forog, a kereszt áll. Testvérek, egy csomó előttünk élő ember sok mindenről mondta, hogy ez az igazság. Ezek ideológiák voltak. Az ideológiák nem az igazságról szólnak. Divatos szólamok sokat ígérnek és semmit nem adnak. Jézus az igazság. Egy relativista korban is. A föld forog, a kereszt áll. Ezt hitte János és Pál vértanúk. Mindegyike. Másik testvéreim, korunk olyan büszkén emlegeti a toleranciát. Mi toleránsok vagyunk. És Benedek pápa fogalmazza szépen és igazan, hogy a toleranciával igazából megölik a toleranciát. A toleranciára hivatkozva veszik le Itáliában is, Bajorországban is, az osztálytermekből a keresztet, mert sérti a muszlimokat. Majd a muszlimok nem fognak bennünket vigyázni. Szóval Fekete Gyula bácsihoz, ez az író emberhez sokat jártam, ott a szeminárium mellett lakott Kecskeméti utcába, és időnként beszélt erről keserűen, a tolerancia kudarcáról. A tolerancia jegyében még anyádat is megölheted, ha nem azt az igazságot vallja, ami az én igazságom. A toleranciára hivatkozva pusztítjuk a toleranciát magunk körül. Sok példát lehetne mondani. János és Pál vértanúk a toleranciával nem találkoztak. Jupiter kultuszával igen. De Jupiter kultusza nem tiltette el őket Krisztustól. Nem áldoztak Jupiternek. Maradtak Krisztusnál. Másik, testvéreim, ezt is Benedek pápa mondja, valójában egy új keresztes háborúban vagyunk. Igazából kialakul egy civil vallás, aminek semmi köze nincs Istenhez. Kialakul egy kultusz, van minden, keresztelő, temetés, és ez a vallás, Szexádon is nagy hatékonysággal hallom, működik. Ez a keresztes hadjárat. És engedjük, hogy működjön. Asszisztálunk hozzá. Nem veszük észre, hogy keresztényirtás van. Kialakítják ma is a maguk értelmetlen kultuszát, szétmondásokkal. Egy civil vallás szembeszáll a keresztény vallással. Apostata Juliánusnál is így volt. Ezért tisztelhetjük a két vértanú szentet,
itt az oltárképen, a kápolnában. Legyünk éberek, testvéreim! Erősítsük egymást, és ne engedjük, hogy a keresztes háború mai formája pusztítson bennünket, ritkítsa a sorainkat. Ezt is Benedek pápa mondja, hogy a mai keresztényeknek a baja, egyfajta tudathasadásban élünk. Nem veszük észre, hogy vagyunk. Még mindig a legnagyobb organizált szervezete a földkerekségnek mi vagyunk. Van 1,2 milliárd körüli hívő, van 400 ezer pap, van néhány millió szerzetes, és mégis úgy élünk, mintha bocsánat, hogy vagyunk. Nem vesszük észre, hogy vagyunk. Most is vagyunk. Szép számmal vagyunk együtt. És a keresztes háború képviselők, azok nincsenek, és úgy csinálják, mint ha lennének. De megtehetik, mert mi így engedjük. Így engedjük. Ez a skizofréniánk, tudathasadásunk. Testvéreim, mi a feladatunk? Mit tegyünk? És ünnep, ugye van az a szlogen, hogy Európa nem csak ünnepelni a szenteket, hanem követni, akkor egészen másként néz neki Európa. Akkor nem kéne rettegnünk, hogy majd jönnek és megszállnak bennünket különböző nomádok. És megforgatják bennünk a tőrünket. Ezt mi csináltuk, testvéreim, Magyarországon is, amikor elhittük a Kádár rendszernek a propagandáját, mennyivel olcsóbb egy abortuszos ágy, mint egy szülőágy. Milyen ráfizetés és a szülőágy. Itt vagyunk, a nyugdíjkorhatárt kitoljuk, mert megöltük a következő nemzedéket. Hosszan lehetne és kéne beszélni róla. Elengedtük tulajdonképpen eleink hitét. Amikor őrizzük ezt a kápolnát, és ünnepeljük a búcsúját, akkor nem a múltat őrizzük, hanem a jövőt vigyázzuk. Mi nem a költőszavát követjük, vigyázó szemetek Párizsra vessétek, hanem mi Krisztusra vetjük vigyázó szemünket. Hál' Istennek, hogy van, akinek elmondjam legalább. Vigyázó szemeteket Krisztusra vessétek. Tehát amit tudunk tenni a jövőért, nem csak a köveknek az őrzése, hanem fókuszálni arra a hitre és arra az igazságra, amit Krisztus hirdetett, aki maga Jézus Krisztus. Jobbat úgyse fogunk kitalálni. A hit belső erejét vigyázni. Testvéreim, amikor összeülünk itt a kápolna körül, akkor mindig ezt tesszük. Próbáljuk újraélezgetni
a hit belső erejét, próbálunk megújulni abban, hogy Krisztusra fókuszáljunk. Egy 1700-valahányba épült kápolnácska a jövő záloga nekünk. Szent János és Szent Pál vértanúk, könyörögjetek érettünk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mindennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Jézus Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottakat, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, kérjük Isten, hogy gondviselő hatalmával irányítsa szívünket, és napról napra növelje bennünk a szeretetet. Engedd, Urunk, hogy a népek a mai idők viharában Krisztusnál keressenek oltalmat. Téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, Krisztus erejével kormányozza az egyházat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Krisztus kegyelmével mindannyian új teremtményé lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházközségünk hívei meghallják Krisztus szeretete apostolsága sürget minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy az élet szenvedései és megpróbáltatásai Krisztushoz vezessenek bennünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Atyánk, az élet viszontagságaiban nem egyszer próbálod teszed hitünket. Kérünk add, hogy bizalmunkat ilyenkor is megőrizzük irántod. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, szentjei drága halálának emlékezetére felajánljuk neked ezt az áldozatot, amely minden vértanúság ősforrása. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalnunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új énekezzengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Urán Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláldat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László és Tibor püspökeinkkel, valamint az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted,
részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
csodálatos szent istenség. Téged szívből mind imádunk, oltárodnak trónján álltunk. Sacramentum, száz ezerszer, meg ezerszer, én Jézusom. A szenteknek nagy könyörögjünk. Szent vértanúidnak, Jánosnak és Pálnak mennyei győzelmét, isteni lakomával ünnepeltük, Urunk Istenünk. Könyörögve kérünk ad, hogy mi, akiket az élet kenyerével tápláltál, győztesként ehessünk az élet fájáról a paradicsomban, Krisztus ami Urunk által. Amen. Mielőtt átadnám a szót Püspök atyának, foglaljunk helyet. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljött Püspök atya, és hogy újból és újból eljön, és hogy eljön a remete búcsúra is, ugye? Másik ékszerdobozunkra. Aztán még jön a nagy templomba, a harmadik ékszerdobozba. Újváros a negyedik, tehát van itt azért hál' Istennek sok-sok olyan ékszerünk, amelyért a Laci Püspök atya eljön. Külön szeretném megköszönni, hogy ennyire életben tartja a hagyományokat. Köszönöm Lengyek Lárinak is ezt a nagy-nagy odaadását ezért az egész ügyért. Néha kicsit ugye túlpörög a Klári, ismerjük, de nagyon hálás vagyok azért neki,
hogy ezt megteszi, nem hagy engem békén, még hogyha néha mondom, Lári, fejezzük be, mondom, hívjál fél óra múlva, felhív 10 perc múlva, nem baj. Tehát fontos neki, és ezt köszönöm szépen Lárinak is, és Marikának is köszönöm szépen a templom ügyét, a kis kápolna ügyét, amely nélkülük igazából, mivel nekem annyi minden van, és ők életben tartanak engem is ebből a szempontból. Tehát bármennyire úgy látszik néha, hogy kicsit kiakadok, azért nem akadok annyira ám ki, csak hát van ez, az, meg mindenféle, de köszönöm szépen mind a kettőtöknek, és mindenkinek, aki kápolna ügyében közbejár, és akarja kápolna éjem. Most pedig Laci bátyának, ja, még a mise utámat felmegyünk, így közösen a Szent László szoborhoz, ott éneklünk, imádkozunk, mi meghallgatjuk harmadik beszédjét Laci bácsinak, egy nem kell olyan hosszan vagy röviden, egy picikét azért, és utána még egy éneklet, és ezzel be is fejezzük. A kis paraliturgia után pedig a közösségi házban még mindig azért egy egész éven keresztül ünnepeljük ugye a ünnepeltjeinket, és a püspök atya is, a Mayer püspök atya is több helyen is ugye megemlékezik erről az ünnepről. A Mayer püspök atya ugye volt januárban, amikor egyedül ünnepelt. Akkor voltak itt közösen pár hét, amikor ketten ünnepeltek, aztán most egy kicsit, aki még akarja megköszönteni, vagy akar egy kocintást a közösségi házban, a paraliturgiai után megteheti majd a püspök atyával, illetve még holnap is a Mayer püspök atya még a Kakasdon fog ünnepelni, és aztán jövő héten, ugye Laci atya, püspök atya lesz a Székesegyházban. Szombaton. Szombaton. Az lesz a pécsi egyház egynek a legnagyobb, aztán sok püspök is jön arra, nem csak kettő, hanem többen lesznek. Magyar. Ugye? Ez nagyon szép, hogy együtt tudunk ünnepelni, és ma azért volt passzentelés is, testvére tudják, nem titok, hiszen már kihirdetődött, Erik atyát elhelyezik. Erről volt holnap, jaj, holnap beszélek a nagybüsén erről, nem kell jajgatni, örüljünk annak, hogy nem nyomtuk be a fészekbe, nem kell még itt 10 évig itt lennie engem, az én utasításaimat követni, majd követi másét, mert nem plébános lesz az én nagy sajnálatomra, hanem titkár. Ez azt jelenti, hogy a püspök atya mellett fog még jobban odafigyelni, mit mondanak neki, mert nálam is nem odafigyelt az Erik atya, de most a püspök atyánál hát evidens, hogy még jobban oda kell figyelni majd mindenre, mert nekem azért sokat tudok segíteni, püspök atyának annyit majd nem tudja őt noszogatni, hogy ezt vagy így vagy úgy. Én köszönöm Erik atyának, hogy ezt megtette. De mindig ezzel a kátlánokat mindig sajnáljuk, jön a következő, egy friss, nem mondom azt, hogy friss hús, de egy friss erő, egy nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel Attila, nem tudom hány éves Attila? 42-43, nekem az Erik atya is segített sokat informatikában, de ő még többet tud, mert ő informatikus. De hát ezen kívül még mindenben. Hát ez volt a mai perszentelés önnek az eredménye, úgymond. De imádkozunk Erik atyáért. Nem lesz könnyű neki, szerintem sokkal nehezebb lesz, mint itt. Tehát ezért imádkozni kell érte, hogy bírja ezt a munkát, nagyon sok rétű, láttam a dispozícióját, rengeteg mindent kell majd csinálnia. Hát nem is tudom, de bírni fogja, mert fiatal, meg gyúr, meg minden, meg imádkozik. Tehát én bízom a Erik atyában, meg abban is, hogy továbbban is bármikor látjuk majd szexet, nem a búcsú miséjén, július utolsó vasárnapjának az estéjén fogunk meg beszélni. Taci bácsának, püspök atyának átadom a szót. Erik atyának mondtam már vigasztalásául, hogy én 10 évet kibírtam a titkárságba, úgyhogy kibírja ő is. Úgyhogy nem kell annyira aggódni érte. A utódnak pedig hónap ünnepeljük, az, ugye ma szentelték, és többen vannak itt közöttünk, akik éjszaka gyalogoltak Mecsek-Nádosdól át Pécsre, a pap szentelését, papságért felajánlva a zarándoklatot, és ma itt vannak mégis itt a kápolnai misén, úgyhogy azoknak is külön öröm és gratuláció, inkább köszönet. Aztán úgy elgondolkodtam, gyerekkorom jutott eszembe. Nagybőti köröztutról csoszogtam haza az öreg alsó utcai nénikkel. És ők mondták nekem, majd meglátod, Lacikám, majd mi meghalunk, már senki se jön köröztutra. És egyszer itt voltam Nagybőti Triduumon, és a köröztuttal tele volt a templom. Nem voltak proféták az öreg nénik. És itt is azért annyit lássunk meg, hogy valóban elment egy réteg közülünk, de
új arcok is vannak közöttünk. Tényleg, szóval ne, mondom, nem a múltat őrizzük, hanem a jövőt gondozzuk. Hiszek benne. Imádkozzunk, és amikor hirdetik, hogy adakozhatunk, és hogyan most is lehet a kápolnáról, tegyük, mert a püspök úr majd úgy tud segíteni, és annak arányában, ahogyan mi is odafigyelünk a kápolnának ilyen módon is a jövőjére. A Jóisten kényezteti a szekszárdiakat, nem? De nem mertek sokan szerintem eljönni, hogy majd 40 fokos meleg lesz, aztán itt vagyunk 26 fokban, majdnem nagy kabátot kellett húzni. Úgyhogy azért a Jóisten kényeztet bennünket, és aki valamiképpen bír még följönni a Szent László szoborhoz, tegyen meg, imádkozzunk városunk védőszentjéhez. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Mint az árulőt elénekelnénk, azért szeretném megköszönni a sekesséseinknek, kántor úrnak, és a műfházak, vagy nem tudom, hogy a műfház szége vagyunk, vagy nem, a építményt, az oltárt, hogy ide pakolják székeket, és ezt köszönöm szépen mindenkinek, aki bármilyen esemény, tehát közbejárult a esemény szép betételéhez. Köszönöm szépen. Margit imáim, ezek elveszem.